Ahogy megszokhatták, rendszeresen jelentkezünk a legfrissebb rendőrségi hírekkel. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság lopás vétsége miatt folytat büntetőeljárást egy 55 éves helyi férfi ellen, aki 2019. november 25-én 18 óra körüli időben a Kossuth utcán egy lakóház ingatlanára kerítés átmászás módszerével jutott be, és onnan különböző értéktárgyakat tulajdonított el. A helyszínre érkező rendőrök elfogták az elkövetőt, előállították, azóta már gyanúsítottként kerül kihallgatásra. Személyisérüléssel járó közlekedési baleset történt 2019. november 15-én Hajdúszoboszlón a Baross utcában. A kora délutáni időben egy személygépkocsit vezető hölgy nem biztosított elsőbséget a jelzőtáblával biztosított útvonalon egy kerékpáros részére, így összeütköztek. A kerékpáros a földre esett a baleset során, és 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügy körülményeit a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztálya vizsgálja. Kollégáim kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 51 éves helyi férfival szemben. A nyomozás adatai szerint ez a férfi 2019. november 25-én 23 óra körüli időben az általa vezetett személyi autóval úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a járművezetés megkezdése előtt kábítószert fogyasztott. Az általa vezetett járműben kábítószer származékokat is találtak a kollégáim. A vele szemben alkalmazott gyors teszt pozitív értéket jelzett. Szintén közlekedési baleset történt november 26-án reggel 7 óra körüli időben Hajdúszoboszlón a Nádas utca Semmelweis utca kereszteződésében. Az eddig rendelkezésre álló adataink szerint egy férfi közlekedett személygépkocsijával a Nádas utcán a Semmelweis utca irányába. Amikor az út kereszteződésbe érkezett, nem adott elsőbséget a Semmelweis utcán érkező elektromos kerékpáros részére, akivel összeütköztek. A baleset során az elektromos kerékpáros 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett az elsődleges adatok szerint, azonban a vele szemben alkalmazott alkoholteszt pozitív értéket jelzett. Így vele szemben itt a semmivezetés vétsége miatt büntetőeljárást kezdeményeztünk. Sajnálatos módon halálos kimenetelű közlekedési baleset történt 2019. november 26-án délután 15 óra 55 perc körül időben a 4-es számú főút 215-ös kilométer szelvényében. Egy Debrecenből Hajdúszoboszló irányába tartó tehergépkocsi eddig ismeretlen körülmények között ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött az Eves irányából Debrecen felé szabályosan közlekedő személygépkocsival. A baleset során a személygépkocsi egyik utasa olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhunyt. A baleset körülményeit több szakértő bevonásával a Hajdú-Biha megye rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya folytatja le. Szeretnénk felhívni a közútunk közlekedők figyelmét a megváltozott út és ellátási viszonyokra. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy most már nem csak az ősz, hanem most már lassan a tél is kopogtat. Ugyanis december 1-jével beköszönt a tél, ez az időjárásban is jelentkezni fog előbb-utóbb. Szeretnénk felhívni az autósok figyelmét a téli gumi használatára. A kreszt ugyan nem írja elő kötelező rendelkezésként, de mint tudjuk, 7 fok alatt a téli gumi használata ajánlott, ugyanis a megváltozott tapadási viszonyok sokkal nagyobb fékutat, féktávolságot eredményezhetnek egy nyári gumival rendelkező autó esetében, mint egy olyan autónál, ami téli gumival van ellátva. A rendőrségnek elindult idén is a Látni és Látszani kampánya. Ennek a lényege, hogy a járművezetői elindulás előtt minden esetben ellenőrizzék a járműveknek a fény, illetve a világító jelző berendezéseit. Ez nagyon fontos, mert egy hibás, nem működő világító jelző berendezéssel a látásunk, illetve a láthatóságunk jelentős mértékben csökkenhet, ami szintén balesetet eredményezhet.